is láthatjuk a zarándokokat. Itt is itt mennek. Ilyen kínai csoport volt, vagy nem tudom, kínaiak voltak. Kínai zarándokok. Igen. Megérkeztünk Santiago de Compostela-ba. Most hol látták kettőt? Hát, amarra, még ott visszább. Várazott magára egy napot, de végül elkészült a gomba paprikás. Noketlivel és tejföl. Hol a tejföl? Itt. Na szóval a délután megérkeztünk ide Santiago de Compostela-ba. Most egy filmet megnéztünk, aztán elindulunk itt, szétnézünk egy kicsit, bár eléggé a város szélén állunk és sportcsarnoknál. Látjátok, itt mögöttünk itt a parkoló. Mi voltunk a másodikok, de azóta már gyűltek be. Van itt egy kis föld a parkoló mellett. A kukorica még csak ennyi. Nem tudom otthon mekkora. Na, kis növénytan. Én sem vagyok benne biztos, de így a szaga alapján, bár elég ilyen fás, de ez valami a leveles olyan, de ez bodza. Kettes számú versenyző. Ez, ránézésre kapor. Szagra is majdnem, ennek ugye nincsenek ezek a virágai, de ott lentebb láttam, annak még kaposabb illata volt. Ez pedig, ha minden igaz, akkor vad édeskömény. Itt minden fele van. Hú, de jól néz ki! És több is van. Jaj, ez egy ilyen épület együttes. Egy kis víztározó is van még itt. Kis kerti dekoráció ötlet, nagyon jól néz ki. Ilyen kődarabok, illetve fadarabok, ráültetve a növény, és milyen jó kis összképet ad az egész. Monumentálisan durván nagy ez az épület, és a tetején tök lapos, szerintem ez ilyen öko ház lehet, és nem ház, hanem épület. Háznak egy kicsit nagy. Csíjjarod gördeszkával rámenne valaki. Ez a kulturális központ a városban, egyébként most néztem meg a neten, és a galiciaiaknak külön doménjük is van. Nem pont S-re végződik, mint eszpanyol, hanem pont gal. Szóval végül is hát talán Katalóniához áll a legközelebb olyan szempontból, hogy nem mint kulturálisan, hanem hogy autonómak, de ugyanakkor annyira nem akarnak függetlenülni, mint a katalánok, legalábbis a hírekben erről nem hallottunk. Hú, itt meg lenne egy gördeszkás pálya van. Pedig egy színház, nyitott színház. Hát durva ez a tervezés. Látjátok kit itt mekkora? A kutya. És ez tiszta ilyen márványlapokkal van lerakva. Na, meddig mersz felmenni? Na, meddig tudok. Na jó, csak az ne menjél, mert leesel. Na jó, van minden, ne törd össze magad. Mondjuk elvileg itt csak lecsúsznál szerintem. Igen. Brutál jól néz ki. Nagyon komoly. Kutyáknak pedig olyan kutyaparadicsom ez, ugye jármű nem jár. Nincsenek emberek, szabadon mászkálhat. És most Kitty felmegy ebbe a hatalmas épületbe. Ott középen, és lecsúszik a nagyobbik csúszdán. Kutyák is mennek utána. És mennének, ha tudnának. Na még feljebb. Ide gyere, itt fog kijönni. Így már jön. Lassan csúszok. Hát elég lassú. Csövi, hello. Jaj. Maradj úgy. Megnyomjuk ezt a gombot, szegény. Kide teszlek. Nézd csak, akarsz inni? Így áll. Nézd csak, Debi. Így áll. Megfürdethetjük a kutyát. Ups. Monika? A lojítató vájú. Na olyan cigány útra menni, mi? Cigány útra menni neki. Kitty megtalálta a játékát. Kutyák is hintáznak. Na és nézzétek meg, hogy 10:45 lesz.
Még most kapcsolták fel éppen ott a lámpát, de még tök világos van. Most, hogy így visszatértünk a magyarországi időzónába, ugyanúgy. Nagyon jó, hogy most már nincsen elcsúszás, most már tudjuk hova tenni a dolgot. És ez a torony, az egyik átlátszó, a másik nem. És a táblát, amennyire látom, ez az óceáni műanyag szennyezésnek valami arra hívja fel a figyelmet. Ezek a színes sonalik, meg a tengerből, ez a színes. De látszik, hogy ez ilyen szemét az egész. Mind-mind óceáni szemét. Fent is hálók, különböző, hát mindenféle ilyen műanyag szemét az óceánból. És ezt látjátok, ez így szépen így aprózódik. És ugye azért is mondják, hogy szinte minden ember az ásványvizekkel, meg a tengeri halakkal, stb. Megeszik egy bankkártyányi műanyagot egy héten, amit egyébként én el is hiszek. Na, megébredtünk, és megyünk felfedezni Santiago de Compostelában a katedrálist. Követjük ezt a zarándokot. Már lehet, hogy is tudja, merre megy. Itt jön mögöttünk a másik úriember. Ez is GPS-szel megy, úgy látom. Ez itt valami zarándok szállás lehet. A kagyló a hátulján, ugye, ami az úti elképe. Mit szólsz a szemét helyzethez, Kitti? Itt meg vagyok elégedve vele teljesen. Nagyon tiszta. Kitti kiszúrta a piacot, úgyhogy bemegyünk, szétnézünk, ha már itt vagyunk. Mérnek itt kenyeret. Nagyon pofás kis piac ez. Jó régi épületekkel, és ilyen kis labirintusszerűen vannak a termékek, meg a standok. 2 euró a cseresznye. Hogy a megy. Itt vannak a halak. Néni nagyon aranyos. Ingyen szuvenír. Nem tudjuk, hogy kötény vagy kenyértartó, de kettőt is kaptunk. Ja, tök jó. Már megérte ide bejönni. Ott osztogatják. Vannak ilyen ruhatermékek is. Jó kis műanyag, zokni, cipő. Fejed. Aha, jó nagy. Na itt mit árulnak? Valamilyen sütemény. Fánk. Jól néz ki az a nagy fánk torony. Kis szimbólummal ezeket tűzik a táskájukra vagy ruházatukra Santiago-ja. És az a zarándokok. Kaminóznak, igen. Cuki! Milyen cuki kiülő. Megérkeztünk a katedrálishoz. Bent vagyunk a híres Santiago-i katedrálisban. Hát jelenleg felújítás van, úgyhogy azért elég hangos. De itt van egy kicsit ütve. És itt van ez a híres lengő füstölő, amit egy ilyen csigarendszeren húznak. És akkor ez így itt végig így leng. Hát ez nagyon nagy utat tesz meg. Csak így körbe-körbe állnak az emberek ilyen nagyon nagy sorba, hogy bejussanak. Van szekus, meg minden. És itt végig sor van, szerintem mi azt lehet, hogy kihagyjuk, nem? Még itt is sor van. Még egyszer a nagy inga, amit ezzel a kötéllel mozgatnak itt. És hatalmas kilengése van. És hát nem inga ez, hanem ugye ilyen tömjén van benne, és akkor füstöltetik. Itt a bejárat, itt mennek az zarándokok a apostol sírjához. Mindenféle kaminós relikviák tökkel botta. Szóval itt mögöttünk a katedrális, hát eléggé felújítás miatt nem ütött akkorát, így legalábbis belülről. Ugye itt Szent Jakabnak van a sírja, állítólagos sírja, és ugye ezért vándorol ide minden zarándok, hogy ezt megnézhesse. Mi ezt nem néztük meg, mert hatalmas sor volt, de
itt van bent. És így ülnek az alándokok főként. Itt pihennek meg a hosszú út után. Hát kiki biciklivel, a legtöbben gyalog. És ugye ott a kis kagyló a hátukon. Mi is vettünk egyet új szuvenírnek, bár ugye nem jártuk végig a Caminót, de egy részét kocsival maximum. Itt már megint befogták fotózni. Szóval ez itt inkább a frekventált rész. Mindenfelé zarándokok ülnek és pihennek. Na jó a hangulat egyébként, nem? Kittinek nem jön be, nekem tetszik. Éppen megérkezett egy pár zarándok egy csoportban, és törülnek, hogy elérték ugye ez a végcél, ez a tér. És itt egy ilyen fényesebb zarándok szállás. Kitty megint fotóz. Vettünk ilyen próba, és hát kaptunk ilyen mandulás süteményt. Néni utána mondta, hogy menjünk a boltba, de mondtuk, hogy most nem. Egyébként jó. Vártni ezt így csinálni, mindenhol kóstoltatják. Mindenhol csak megkóstolod, ha van pofát hozzá. El is múlna az éjségünk. Hogy ízik? Amúgy jó. Jó, finom. Mint a grillázs. Mondhatni ez az utca itt a cél egyenes. Itt van, jönnek szemből a zarándokok, és itt már mindenki nagyon örül, mert itt élnek be a célegyenesbe.